Motto. Érted, haragszom én, nem ellened. Nosza, szoríts meg a kezem, mellyel magosra tartalak álmaimban, erősítsen az én haragom. Évszázadok óta Európa bástyái voltunk minden délről érkező hordával szemben. De előtte meg felprédáltunk mindent, ami nem esett a Dunától keletre. És mind a kettőre büszkénk vagyunk. Na-na! A fosztogatás, kalandozás, az erőszak meg bodlás, ha úszó az ember, akkor főleg az. Mi a fasz? Miért van az, hogy velünk minden, ami történik, balsorsképte Ronald Reagan? Miért nem vagyunk semmiért hibásak? 400 000 a krematórium falára üszkösödtek. Mi hibáztunk? Nem. Kényszerítettek. Siratjuk a Trianonban vesztett területeket, hogy igaztalanul vették el őket idegen kezek, de ebben az apró országban is cson nélkül basszuk át a másikat. Minek nagyobb tér, ha itt is van még bőven potenciális áldozat? A máló álmok országa vagyunk. Elveszett illúziókból és görcsös hárításokból építettünk hidat magunk alá, aminek egyetlen hibája, hogy torony. A torony pedig elég béna híd, mert elidegenít és nem összeköt. Innen köpködtük és dobáltuk az alattunk élőket, utálkozva és fájdalmasan ordítva a fagyos hidegről és a magányról, mert a hakó a legmagányosabb szó. Aztán az alant élők sorra támasztottak létrákat az ablaknak, hogy lemászhassunk közéjük. De a létrákat elnyelte a máló álmok országának tornya, ahol azokat eltüzelték. Majd mikor nem kaptak több létrát, újra ordítani kezdtek és üzengetni a maguk önző nyomorának tetejéről. Üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék, mit baszod, hogy ez az ország egy hisztis gyerek, hogy az egyén feltalált tollat, dinamú, C-vitamint a közösség meg lopcsal és hazudik, hogy nálunk az ember a pénz alkotója, az ábrándozás meg az élet megrontója. Én üzenem Brüsszelnek, hogy tudom, amit Radnóti, hogy bűnösök vagyunk mi akár a többi nép, de azóta elfelejtettük, hogy miben védkeztünk, mikor, hol és miért, mennyi idő, mennyi az idő, amit még arra baszunk el, hogy keressünk valamit, akit utálni kell. Miért nem mászunk le abból a kurva toronyból végre? Miért hibáztatunk mindig mást a sorsunk véget? Miért hisszük el az első hazugságot? Miért nem akarunk egy másik világot? Mi a megveszekedett, rohadt, mocskos életért nem lehet azt üzenni Brüsszelnek, hogy sajnálom, segíts!